bőgyében éltem. Mindent kívántam, és mindentől féltem. De kis cserép edényem, mesterem kezébe letettem. Békesség szállt rá. Aki fogja kezem, ha útra indultam, majd megérkezem. És ha hallod a csendet, azért nem szólok, mert amit most látok, azt nem fogja fel a szemem. Amit most látok, azt nem fogja fel a szemem. A halál árnyékának bőgyében éltem. Ne félj! És ne rettegj, mert veled van Istened az Úr, amerre csak jársz. Szeretnénk azt hinni, hogy Isten megállt bennünket, ott, ahol vagyunk, azon az úton, amelyen járunk. Pedig ez nem így van. Istennek van terve az életedre, útjaidra és kijelölt helyedre nézve. Tudod, mikor tervezte ezt az életed felett? Amikor kiválasztott. Az Efézusi levél szerint a világ teremtése előtt. Így tehát az ő akarata, hogy te áldott légy. Ott és azon a helyen, ahol ő szemeivel tanácsol téged. Mert amit most látok, azt nem fogja fel a szemem. Mert amit most látok, azt nem fogja fel a szemem. Sziasztok, áldás békességet! Nagyon vicces ez a videó felvétel, mármint úgy, hogy így tudok veletek értekezni most. Jó, persze tudom, hogy majd utána egy kicsit online térben találkozunk, de mindegy, ez most egy ilyen kicsit vicces, azt érzem, mintha a hittanóráimon lennék az utolsó néhány hónapban, így csináltuk meg, vagy legalábbis Zoom meetinggel. Abban a helyzetben vagyok, hogy az enyém most az utolsó tanítás lehetősége, és nagyon hálás vagyok, hogy Isten így alakította a dolgokat, mivel hogy én egy olyan néhány gondolatot szeretnék megosztani veletek, ami nyilván a koromból is adódik, és nyilván abból is adódik, ahogyan az életemben Isten idáig vezetett ez alatt a 5 évtized alatt, vagy úgy gondolom, hogy az idő alatt, amióta az övé lehettem. Szeretnék majd felolvasni igét is, de mindenek előtt arról szeretnék beszélni, hogy azt az alcímet adtam ennek a tanításnak, hogy ami az út végén vár. És Mózes életéről szeretnék hozni nektek néhány példát, hogy az Úr, hogy a Szentlélek vezethessen engem is, és vezessen benneteket is majd, akkor, amikor újra beszélünk erről, illetve a gondolataitokban, amikor majd megvizsgáljátok ezt a saját életetekre nézve, applikálva. Azzal szeretném kezdeni, hogy szerintem Mózes az egyik legpregnánsabb bibliai személy, aki azért nagyon-nagyon jó példa, mert egyrészt nagyon ismert, másrészt meg annyira nagyon-nagyon emberi. Én azt gondolom, hogy Mózes életében benne van minden, ami egy ember életében benne van. Isten gyermekeiről beszélek természetesen, tehát azokról beszélek, akik az Istent ismerik és szeretik, és az ő útján járnak. Szóval, hogy Mózes életében benne voltak a magasságok, a mélységek, benne voltak a bűnök, a súlyos terhek, hol a saját bűneinek a terhe, hol a szolgálat terhe. Aztán átélte a bűnbánatot,
tudott bűnt megvallani, és átélte a feloldozást, a bűnbocsánatot is, és volt nagyon szolgálatkész. Aztán volt arra is példa, amikor elutasította a szolgálatot, vagy nem akarta, ugye a legeslegelején emlékeztek rá, amikor Isten megszólítja őt, és mindent felhoz, amit csak lehet az égvilágon, csak hogy ne kelljen elvállalni a szolgálatot. Szóval, hogy annyira nagyon emberi ő, olyan engedelmességek és az engedetlenségek között élte az életét, és annyira fantasztikus csodát tett vele Isten, úgy emelte, és úgy óvta, és úgy vezette őt, ahogy szerintem nagyon sokan szeretnénk. Én megmondom őszintén, hogy én az életem során nem is egyszer. Talán az egyik legfontosabb imádságom az, amit Istentől kértem, hogy szeretnék sok tekintetben úgy élni, ahogy Mózes arcán az Isten jelenlétének a ragyogása volt, hogy vágyom arra, hogy egyszer az én életemben is ez megtörténhessen, hogy az én életem ragyoghasson, és Isten dicsőségét sugározhassa. Miért emelkedik mégis Mózes? Annak ellenére, hogy sok vétke volt, sok bűne volt, ugye ismerjük az ő életének a nagy mélységeit, és végül pedig azt is, hogy nem mehetett be az ígéret földjére, azért, mert nem Istennek adta a dicsőséget egy alkalommal, ami egy nagyon fontos pontja volt az ő életének. Mégis miért emelkedik ki ennyire az ószövetségi példaképek közül? Azt gondolom, hogy azért, mert Isten akarta őt. Kiválasztotta őt és számolt vele. Azért, mert Istennek volt egy terve Mózes életével, és nem engedte el egy percre sem Mózest, azért, mert meg akarta őt áldani. És ez az egyik leges-leges legfontosabb, amit szeretnék most kiemelni számotokra, hogy az Isten akart téged, engem, bennünket, és éppen ezért, mivel ő akar, mivel ő számol velünk, mivel ő tervezett velünk, az Efézusi levél 1. és 4. verse szerint a világ teremtése előtt megtörtént ez a velünk való számolása, kiválasztása és terve. Ezért Mózes életében is megtörtént az, hogy Mózes ezt megérezte, meglátta, és a szívében, tulajdonképpen, hogy Isten akarta őt, és Mózes szívében egy tűz lobbant, egy oldhatatlan tűz lobbant. Az Isten szolgálatának a tűze lobbant fel, és azzal, hogy az Isten élet egészen az élete, ezért a szívében a szolgálat iránti vágy égett. Egyszerűen azért, mert teljes lényével akarta ő maga is Istent. És ez a kulcspont, és ez a kapcsolópont, inkább így kellene kifejeznem, hogy Isten akar téged, ez egy axióma. Ez egy bibliai axióma, tehát ez nem kérdés. A kérdés mindig az, hogy te akarod-e Istent? Én akarom-e Istent? Mert ez az akarat, ezt mi döntjük el, de ez az akarat azt jelenti, hogy onnantól fogva engedelmeskedem az ő szavának. Hallgatok az ő szavára. Így működik ez. A mi akaratunkon múlik nagyon-nagyon sok minden. Ezen az emberi oldalt nézve ezen múlik. Azt hiszem, hogy nem azt kéne mondanom, hogy sok minden, hanem hogy minden. Az a kérdés, hogy akarunk-e a kijelölt helyünkön lenni. Ugye ez a fő témája ezeknek a webináriumoknak, hogy ott, ahol vagy, ahol van a helyed, az a kérdés, hogy az Úr által kijelölt helyen akarsz-e lenni, hogy vele akarsz-e járni, hogy akarsz-e belesimulni az ő tervébe, és hogy akarsz engedelmesen hallgatni az ő szavára. Ezt mindig te döntöd el, mindig én döntöm el. És ez mindig azon múlik, hogy fel kell tegyünk egy nagyon fontos kérdést. Az egónk, amelyik a mi életünk trónján ül, képesek vagyunk-e arra, hogy trónfosztottá legyen az egónk, és a helyébe maga az Úr Jézus Krisztus üljön. Nézzük meg, hogy mi az, amit tanulhatunk Mózes életéből, de mielőtt elkezdeném ezt a néhány gondolatot, hadd olvassam fel azt az ige szakaszt, amit
ami nagyon-nagyon megfogott engem az elmúlt hetekben, és ami annyira megragadott engem, hogy nem is szerettem volna más témát hozni most hozzátok, hanem azt, amit én most átéltem, megéltem, megértettem. Mózes 5. könyve 34. részéből szeretnék néhány igeverset felolvasni az első verstől, ez így szól. Ezután fölment Mózes a Moab síkságáról a Nébó hegyére, a Pizgá csúcsára, amely Jerikóval szemben van, és az Úr megmutatta neki az egész országot, Gileádot, Dánig, egész Naftalit, Efraim és Manassé földjét, meg Júda egész földjét a nyugati tengerig. Továbbá a délvidéket, a Jordán környékét és a pálmák városának, Jerikónak a völgyét, Coárig. Majd ezt mondta neki az Úr, ezt a földet ígértem oda esküvel Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, amikor így szóltam, a te utódaidnak adom. Megmutattam neked, de nem mehetsz be oda. Ott halt meg Mózes, az Úr szolgája Moab földjén, az Úr akarata szerint. És eltemette őt a völgyben, Moab földjén, Bét-Peorral szemben. Senki sem tudja még ma sem, hogy hol van a sírja. 120 éves volt Mózes, amikor meghalt. Látása még nem gyengült meg, és nem hagyta el az élet ereje. Ez a 7. vers volt, és szerintem itt ez a szakasz elegendő ahhoz, hogy megértsük azokat a gondolatokat, amiket szeretnék veletek megosztani. Az első, amit szeretnék elmondani, az az, hogy amit Mózes életéből tanulhatunk, vagy én tanultam, az egyrészt az, hogy ott, ahová az Úr helyez téged, legyen a családban, a közösségedben, a munkahelyeden, bárhol, ahol vagy, azon a területen, ahol vagy, tehát ahova az Úr helyez téged, ott először is helyeden fogod érezni magad. Lesz egy itthon vagyok, célba érkezett vagyok érzésed. Amikor az Isten bennünket valahova elhelyez, valamilyen közegbe, környezetbe elhelyez, az pontosan tudatosan van. Az ő atyai szeretete által, és azáltal a terv által, amit eltervezett, amit elhatározott az életed felől. Ez nem jelenti persze azt, hogy ott a hely, azon a helyen, ahol vagy, ott nem lehetnek nehézségek, nem lehetnek viharok. Nem jelenti azt, hogy mindig minden rendben lesz. Nem attól leszel áldott, hogy minden rendben lesz az életedben, vagy hogy minden olyan klappol, olyan klasszul összejön. Hanem attól tudod, hogy a helyeden vagy, hogy egyrészt Isten oda vezetett, a körülmények, az igék által, ezekben nem akarok belemenni, mert ezzel sok mindent kéne elmondanom, hanem egyszerűen azt érzed, hogy a helyeden vagy, és amikor elkezdődnek a nehézségek, és eljussz talán odáig, hogy elkezdesz kételkedni abban, hogy biztos, hogy itt kell lennem, biztos, hogy ebben a helyzetben kell lennem, akkor egyszerűen az Isten szent lelke meg fog nyugtatni és bátorítani fog, vagy felhozza a szívedben azt az igét, ami által oda vezetett téged, ahol vagy, abba a környezetbe, ahol vagy. Lehetnek tehát viharok azon a helyen, amit Isten kijelölte számodra. És én azt gondolom, hogy ezek szükséges időszakok, a viharok időszaka. Nagyon is szükséges. Persze mi emberek szeretünk a könnyebb ellenállás felé menni, mindig megpróbálunk kimenekülni a helyzetekből, és még meg is szoktuk magyarázni, hogy miért kell ezt nekünk tennünk, de nem. Lehet, hogy egy olyan családban vagy, ahonnan menekülnél, de nem teheted meg. Lehet, hogy egy olyan munkahelyen vagy, ahová Isten helyezett, de most felteszed a kérdést, hogy nem kellene-e most váltanod. Lehet, hogy egy olyan gyülekezetben vagy, ahol nem olyan nagyon klassz a tanítás, nem olyan jók a testvérekkel való kapcsolatod, úgy érzed, hogy nem vagy értékes, nem fogadnak el, nem ismernek el, nem fogadják el a szolgálatodat, a tehetségedet, ajándékaidat, lelki-szellemi ajándékokat, amiket Istentől kaptál. Sok minden lehet, de nagyon kérlek és óvaintelek, hogy ne a könnyebbik ellenállás felé haladj. A nehézségek által ugyanis csiszolódik az ember.
a viharok által megerősödik a gyökere az embernek. Azt mondtam, hogy a nehézségek által csiszolódik az ember. Tudod, hogy a gyémánt minél több helyütt van megcsiszolva, annál több oldalról esik rá a fény, és annál inkább lesz ragyogóvá. És attól lesz még értékesebbé, mindenek fölött értékesebbé. Kell, hogy csiszolódjál. A jellemed, a jellemem egy életen át fog csiszolódni, és az a kegyelem, ha már hamar megismerted az Urat, és engeded, hogy évek, évtizedeken keresztül Isten csiszolja a jellemedet. Nem azáltal fogja csiszolni a jellemedet, hogy elismert vagy, hogy szeretnek, hogy minden tuti veled, hanem azáltal fog csiszolni a jellemet, hogy nem akarnak elismerni, nem akarnak elfogadni, folyamatosan nehézségekkel küzdesz, de meg fogod tanulni, hogy hogyan lehet mindezeket a dolgokat az Isten aspektusából látni, áldásul látni, áldásként látni. Sokszor azt gondoljuk, hogy a hely, ahol vagyunk, amit Isten kijelölt számunkra, hát egy ilyen átmeneti időszak. Mellékvágányon van az életem, most egy kicsit félre vagyok téve, most ezt kell elfogadnom. Én azt gondolom, hogy ez nem jól gondolkozunk, ha így vagyunk. Olyan nincs, hogy az Istennel való járásban, hogy üldögérünk, ücsörgünk, és várjuk a nagy semmit, és malmozunk, és meglátjuk, hogy majd mi lesz velünk. Minden egyes nap Istennek van szava hozzád, és minden egyes nap van számodra küldetése. Ha te ezt nem hallod meg, akkor az azt jelenti, hogy nem figyeltél oda, vagy valami a látásodat, a hallásodat takarja. Mert hogy én azt gondolom, hogy az Isten gyermekei számára nincs átmeneti időszak. És akkor most ezt a két szót aláhúzom, átvitt értelemben, vagy lelkiképpen, hogy nincs átmeneti időszak. Minden egyes nap folyamatosan haladunk ő felé, az ő karjaiba. Minden egyes nap folyamatosan haladunk a menny felé. Akkor, amikor félretettnek érzed magad, akkor, amikor ugyan ott vagy, ahova Isten helyezett téged, de nem érzed az ő mindenütt jelen valóságát, áldását, vezetését, akkor egyrészt meg kell vizsgálnod, hogy az Úrral való kapcsolatod rendben van-e, és ha igen, akkor el kell kérned, Uram, ebben a helyzetben most mi az én feladatom? Lehet, hogy nem kell harcolnod. Nem kell az igazságodat minden áron a másikkal tudatnod. Nem biztos, hogy kell magad tolnod, hogy vegyenek észre téged. Lehet, hogy eljött annak az ideje, hogy csendben maradj. Ez egy aktív csend, tehát Istennél nincsen passzív csend, egy aktív csend, csendben maradj, tedd le mindazt, amit görcsösen szorítanál, és engedd, hogy az Úr megfogjon és hordozzon. Mert vannak időszakok azon a helyen, ahová Isten rendelt bennünket, amikor nagyon keményen kell dolgoznunk, és nagyon is érezzük az aktív vitásunkat, és vannak időszakok, amikor engednünk kell, hogy Isten hordozzon bennünket, és karjaiba vegyen. És ez is egy nagyon is aktív időszak lesz az életünkben. A másik, amit szeretnék megosztani veletek Mózes életéből, hogy ott, ahova az Úr helyez, ott van feladatod. Nem olyan feladat, amit te találtál ki magadnak, vagy amit akarsz csinálni. Sokszor olyan feladatot ad az Úr, amit nem akarsz csinálni. Az én életemben nem is egyszer volt arra példa, hogy azt mondtam, hogy Uram, ezt ne kelljen csinálnom. Mi történt? Tudni biztos, hogy azt kellett csinálnom. Egyszerűen nem azért, mert Isten ki akart szúrni velem, hanem azért, mert most már így látom, hogy arra nagyon-nagyon nagy szükségem volt, hogy egy olyan szolgálatot kapjak, mert az életem későbbi során rengeteg mindent abból az időszakból kellett, hogy útravalóul magammal vigyek. Szóval ott, ahova az Úr helyez, ott van feladatod. Isten szolgálata, és most szeretném, hogyha ezt most megint ki emelhetném neked, az Isten szolgálata az
az egy annyira fontos pont, ami nélkül egyszerűen nem élhetsz. Az Isten szolgálta az Isten gyermekeinek soha, azaz soha nem lehet B-terv. Érted? Soha nem lehet B-terv. Hogy hát nem tudom azt csinálni, amit én szeretnék, jó, hát akkor Isten hova küldött, akkor csinálom azt. Nem. Az Isten szolgálata soha nem lehet B-terv. Mindig azt kell tegyed, amire Isten hívott el, mert ő azért adta azokat az ajándékaidat, mert hogy ott akar látni téged, abban a szolgálatban, amit ő eltervezett az életed felett. Az Isten szolgálata másrésztről pedig egy olyan attitűd szükséges, egy olyan beállítodás, hozzáállás a részedről, ami arról szól, amit egy filmben hallottam ezt a mondatot, ez nagyon tetszett nekem, hogy mindig adni, mielőtt tudnánk az árat, vagy a jutalmat. Az Isten szolgálata egy odaszánás. Végezni azt, amire Isten elhívott. Azt tenni, és úgy tenni, ahogy Isten ezt kéri tőled, és azt fog majd boldogsággal eltölteni, és nem az, amit te akarsz csinálni. Vannak feladatok, amiket szeretnél csinálni, de valami miatt nem engedik neked. Nem szabad, hogy megbántódjál. Hadd mondjak egy példát az életemből. Lelki pásztorként volt egy alkalom, amikor ezt így nagyon Isten megtanította nekem, Ordason a Duna mentében szolgáltam, és mivel én voltam ott a lelki pásztor, meghalt valaki, és a hozzátartozó, akiről tudtam, hogy valami miatt egyszerűen nem igazán tud elhordozni, elviselni engem, nem engem keresett fel, hanem a 20 évvel azelőtt ott valamikor ott szolgáló lelki pásztort, aki az ő fiatalkorában volt lelkész. Aztán meghalt egy másik hozzátartozója később, és mind a két esetben megint nem engem kért meg, hanem ezt a valakit. És hát először rosszul esett, a másik esetben pedig kifejezetten rosszul esett, és sértett, hogy bocsánat, de a lelki pásztor itt én vagyok, van egy úgynevezett parókiális jog, nekem kéne ezt elvégeznem. De azért azt éreztem, hogy ahhoz nincsen jogom, vagy én nem akarom megbántani őt azzal, hogy felhívom és megkérdezem, hogy bocs, de miért nem én kellek, mikor én vagyok itt a lelkész. A lelkész kollégámnak ez rosszul esett, fájt, hogy nem engem kért fel, és szegény exkluzálta magát, de mondtam, hogy hát ez most nagyon nem tudunk mit tenni. És amikor a temetés folyt, én persze otthon voltam, és így belül úgy dolgozott bennem, hogy de miért nem engem kért meg, és mit képzel ma már magáról, és hasonló. És akkor Isten lelke csendre intett, és megértetett velem valamit, amit azért szeretek nagyon, mert azóta nagyon sokszor figyelmeztetett Isten erre, és ez nagyon fontos nekem. Lehet, hogy az enyém lett volna ez a szolgált jogilag, de az Isten nem engem akart használni ott és akkor abban a helyzetben. Azaz, lehet, hogy jogosan a tiéd lenne az a bizonyos szolgált feladat, amit te nem kapsz meg. Mert félretesznek, mert perifériára szorulsz, mert most nem kell lesz, aztán megint nem kell lesz, aztán te harmadszor sem kell lesz. Lehet, hogy ez fáj és bánt, sőt, biztos, hogy fáj és bánt. De és meg valamit, amit én magam is megértettem. Az a szolgálat, amit Isten neked szánt, azt nem veszi el tőled senki. Érted? Senki. Azt a szolgálatot el kell végezned. Az a szolgálat viszont, ahol Isten nem téged akar használni, ott engedd meg, hogy úgy legyenek a körülmények, úgy alakuljanak a körülmények, hogy ne téged kérjenek meg rá. Mert az alatt az időszak alatt talán valamit meg kell értened, ahogy nekem is, vagy talán egy másik szolgálati területre hív Isten, talán egy kicsit háttérben kell majd szolgálnod egy ilyen helyzetben, de az lesz a tiéd, és azt fogod érezni, hogy de jó, hogy engedelmes voltál, és elfogadtad azt a szolgálatot. Aztán, ami még nagyon fontos ebben, én úgy gondolom, az az, hogy ha van olyan szolgálati terület, amit viszont Isten neked szán, de úgy érzed, hogy kudarcaid vannak benne, akkor tudnod kell valamit. Az egyik, amit a szívedre szeretnék helyezni, az az, hogy ha
szolgálsz, és nem látsz változást azon a szolgálati területen, ilyen nyögvenyelős, mint hogy Mózes életében állandóan a mélységek meg a magasság között voltak az emberek, egyszer csak nagy csodákat éltek meg, és akkor nagyon szerették Istent, és nagyon szerették Mózest, eltelt két nap, vagy egy nap, és akkor már megint jött a háborgás, és szerencsétlen Mózes állandóan ebben volt, állandóan ebben a folyamatosan háborgó emberek között, és azt gondolom, hogy azért ez borzasztó sok kudarcot élt át ilyen értelemben. Szóval, hogyha szolgálsz, és nem történik semmi változás, sőt, azt érzed, hogy kudarcokat élsz át, akkor van két feladatod. Az egyik feladat az az, hogy vizsgáld meg, hogy te rendben vagy-e az Úrral, hogy nem felejtettél-e valamit, vagy nem tévesztettél-e el szem elől valamit, amire Isten kért volna, hogy az a szolgált, az célba érkezett szolgált legyen. Ha megvizsgáltad, és azt érzed, hogy helyre tetted magad, vagy hogy rendben tettél mindent, és mégis nem változik semmi azon a szolgálati területen, akkor szeretnélek abban erősíteni téged, hogy az nem a te kudarcod. Ha az emberek vagy a körülmények megváltozását nem tapasztalod, nem látod, az nem a te kudarcod. Vetünk. Mi persze emberek szeretünk azonnal aratni is, de nem. Tudomásul kell vennünk az, hogy vetünk, első renden vetünk. Ha aratunk, és az kegyelem, az azért van, mert Isten szeret visszacsatolni, és szeretné, hogyha ha értékesnek éreznénk a szolgálatunkat, vagy értelmét látnánk a szolgálatunknak. De hidd el, hogy eljön majd az aratás, és nem biztos, hogy ott azon a területen, ahol éppen most várod, máshol, de eljön. Fontos, hogy ne érezd kudarcosnak magadat azért, mert nem úgy alakulnak a dolgok. Meg kell tanulnod azt, hogy nem te teszel, te egy eszköz vagy, hanem Isten tesz. És Isten úgy, és akkor, amikor ő akarja, az ő kairosza, az ő kellemes ideje, akkor jön el, amikor ő akarja, mert szuverén Isten. És amikor az ember ezt megérti, akkor megnyugszik ebben, és ebben öröme van. A másik pedig az, hogy ahol szolgálsz, ott ne várj elismerést. Ott ne várj meg, hogy az emberek így megveregessék a válladat, hogy ügyes voltál, klassz voltál. Megmondom őszintén, hogy én is nyilvánvalóan szeretem, hogyha kapok visszacsatolást, pozitív visszacsatolást, és ez fontos is, tehát ezzel nem szeretném azt kiemelni, hogy, vagy azt hangsúlyozni, hogy nincs erre szükségünk, mert nem vagyunk bazohisták, és emberek vagyunk, és érző lények vagyunk, hanem azt szeretném kiemelni, hogy ha embereknek akarunk megfelelni és tetszeni, és emberektől várjuk a jutalmunkat, akkor megkaptuk a jutalmunkat. Az én életemben volt egy nagyon-nagyon komoly időszak, amikor nagyon vártam valakitől egy pozitív visszajelzést, köszönetet, és nem kaptam meg. És nagyon-nagyon-nagyon égett belül ez a seb. Egészen odáig még egyszerűen Isten lelke nagyon csendesen és végtelen lágyan szólt hozzám. És azt kérdezte tőlem, hogy gyermekem, neked a másik ember elismerése kell, vagy elég lesz az enyém is. És végignéztem, hogy mennyi áldást kaptam ott azon a területen, abban a helyzetben, amiben voltam, és rájöttem arra, hogy nem kell nekem más embernek az elismerése vagy a jutalma, mert az Istentől megkaptam. És végül szeretnék az utolsó, az, amit megosztani veletek, az, ami konkrétan ebben az igében van. Képzeld el a szituációt, hogy Mózes egy életen át végig az Úrral van, 120 éves, és az Úr felviszi őt egy hegyre, felviszi arra a helyre, ahonnan megmutatja neki az egész ígéret földjét, az egész Kánaánt, amit ígért kezdettől fogva. Ha most itt volnátok, és beszélgethetnénk, akkor azt kérdezném tőletek, hogy szerintetek milyen gondolatok lehettek Mózesben, aki éppen a hegyen áll, és nézi ezt az egész csodálatos területet. Hát biztos vagyok benne, hogy azok elhangoznának, amiket én most itt szeretnék mondani. Egyrészt, hogy Mózes nyilvánvalóan végignézett az ígéret földjén, és
Hát látta az Istennek a csodás munkáját, és biztos, hogy tele volt a szíve örömmel, és a csodálat érzésével, hogy hú, de gyönyörűséges ez itt, ahogy van a tejjel és mézzel folyó Kánaán, ugye így írja a Biblia. Szóval biztos, hogy benne volt az, ami bennünk is bennünk kell legyen, hogy Istenre ránézünk, az Isten munkájára ránézünk, és azt tesszük, amit az angyalok tesznek. Hogyha az Úr munkájába belelátnak az angyalok, akkor ők is csodálkoznak. Ezt írja a Biblia. Aztán biztos, hogy hála is volt a szívében, mert bizonyára átgondolta az egész addigi életét, kezdettől fogva, ahogyan Isten végigvezette, és látott, és látta az Istennek a vezetésében való sok-sok-sok megmentést, oltalmat, és így tovább. Látta az egész életét is, és nem csupán azt, ami ő előtte volt. Aztán látott még valamit. Szerintem látta a bűnöket is, amiket ő követett el. És látta a népnek a bűneit is, amit a nép követett el. És szerintem volt benne szégyenérzet is, hogy mennyi mindent másképp csinált volna, mennyi mindenben engedett volna talán inkább Isten szavának, mennyi mindenben nem ment volna bele, amibe belement, úgy, ahogy azt nekünk is meg kell tennünk. Amikor megállunk egy-egy útszakaszon az életünknek, akkor visszafelé is kell tekinteni, és olyankor a hála mellett, meg a rácsodálkozás mellett nyilvánvalóan ott van az is, hogy Uram, bocsásd meg mindazt, amit tettem. Lehet, hogy bocsánatot is kértünk, és kaptunk is már, ettől függetlenül azért bennünk lesz ez az érzés. És látott még valamit. És ez nekem nagyon-nagyon sokat jelentett, amikor ezt az igét elolvastam néhány héttel ezelőtt. Tudjátok, mit látott? Nem csak egy tejjel és mézzel folyó Kánaánt látott, hanem látott harcokat is. Harcokat, amiket már nem ő neki kell megharcolnia. Majd Józsué lesz, aki megharcolja, hiszen ugye tudjuk, hogy nem arról szólt, hogy én szépen besétált Izrael népe, és mindenki sorfalat állt nekik, és bevonulhattak, nem, hanem ott kezdődött el a honfoglalás, nagyon komoly honfoglalás. És hosszú-hosszú időn keresztül mennek a harcok, miután aztán Józsuéval felosztják a területeket a törzsek között, kivéve Lévi törzsét, a papi törzset. Szeretném lassan befejezni. Nem tudom, hogy milyen útszakaszon vagy, de talán egy olyan útszakaszon vagy, amikor most visszafelé is kell tekintsél, meg is kell álljál, el is kell gondolkozzál, önvizsgálatot is kell tartsál. Biztos, hogy ott lesz a szívedben a hála, ott lesz a rácsodálkozás, hogy milyen csodálatos úton vezetett az Úr, ében ha ézer, mindeddig megsegített minket az Úr. Biztos, hogy ott lesz az is, hogy mennyi mindent másképp tettél volna, és de jó lett volna, ha akkor engedelmesen hallgatsz az Úr szavára. De biztos, hogy leszel úgy vele, mint Mózes. Szeretném, ha így is láthatnád, az Isten aspektusából láthatnád. Azt a területet, ami már nem lesz a tiéd, mert az Isten máshová szeretne helyezni téged. Ha valamit nagyon szeretnél, és nem kaptad meg. Ha valahol nagyon szeretnél szolgálni, és nem lehetett a tiéd, akkor én azt mondom neked, hogy tekints úgy, ahogy Mózes. Lásd azokat a harcokat, amiket nem neked kell már megharcolni. Valaki másra bízta az Úr. És nem azért, hogy téged félre tegyen, mert Mózes élete itt ezen a ponton nem arról szólt, hogy és Mózes meghalt, és vége, hanem egy nagyon fontos dolog történt. Mózes az Úr kezeibe, az Úr karjaiba érkezett meg ezután. Senki nem tudta, hogy hogyan halt meg, és pontosan hol halt meg, csak hogy ezen a hegyen. És még egy utolsó gondolat. Az Isten gyermekeinek azt mondtam, hogy nincsen az életükben átmeneti időszak, amiben nem nagyon tudják, mit kell tenni. Azt mondtam, hogy az Isten gyermekei folyamatosan haladnak a mennyország felé. Most hadd mondjam így, az Isten gyermekei az életük során sokszor lesznek völgyben, szorosokban, halál árnyékának a földjén is fognak járni, de folyamatosan indulnak, és végül hegyre érkeznek meg. Hegyre.
ahonnan végignézhetnek mindent. Láthatják az Isten munkáját, a szolgálatot, ott, azon a helyen, ahol vannak, látni fogják az Isten végtelen csodálatos kezének a munkáját. Hegyre indultál el, és hegyre fogsz megérkezni. Az Úr hegyére, ott, azon a helyen, ahova az Isten hívott téged, és hív téged. Ne ijedj meg a viharoktól, ne ijedj meg a völgyektől se, ne ijedj meg a harcoktól se, ne ijedj meg, ha perifériára szorulsz. Az Úr számol veled, akar téged. Ott, ahol vagy, ki tudod-e mondani, Uram, én is akarlak téged. Minden gondolatommal, szavaimmal, cselekedeteimmel téged akarlak. Neked akarok szolgálni. Azt akarom, Atyám, hogy neked örömed legyen bennem. Isten áldja meg a szívetekben mindazokat a gondolatokat, amiket úgy éreztek, vagy éreztetek, hogy nektek is szólhatnak, és akkor hamarosan találkozunk, és beszélgetünk együtt. Isten áldjon benneteket, áldás békesség! A magasba száll. Elszakadni fájt még, de a szívem már nem fáj. Ne gondold, hogy nincs, aki fogja kezem. A útra indultam, majd megérkezem. Azért nem szólok, mert amit most látok, azt nem fogja fel a szemem. Ne gondolj, hogy nincs, aki fogja kezem. A útra indultam, majd megérkezem. És ha hallod a csendet, azért nem szólok, mert amit most látok, azt nem fogja fel a szemem. Mert amit most látok, azt nem fogja fel a szemem. A lelkem éreztem, hogy magasba szállt, az Úr keze tartott, míg haza talált. Ünneplő seregben Jézus jött felém, a tündöklő teremben átadta a hófehér ruhát. Ne gondold, hogy nincs, aki fogja kezem. És ha hallod a csendet, azért nem szólok, mert amit most látok, azt nem fogja fel a szemem. Ne gondolj, hogy nincs, aki fogja kezem, a útra indultam, majd megérkezem. Hallod a csendet, azért nem szólok, mert amit most látok, azt nem fogja fel a szemem. Mert amit most látok, azt nem fogja fel a szemem. Mert amit most látok, azt nem fogja fel a szemem.
gondolt, hogy nincs, aki fogja kezem, ha útra indultam, majd megérkezem. És ha hallod a csendet, azért nem szólok, mert amit most látok, azt nem fogja fel a szemem. Ne gondold, hogy nincs, aki fogja kezem, a útra indultam, majd megérkezem. És ha hallod a csendet, azért nem szólok, mert amit most látom, azt nem fogja fel a szemem. Mert amit most látom, azt nem fogja fel a szemem.